Sziasztok gyerekek! Üdv a csatornán! Keeper jelentkezik következő 7 Days to Die! És még rögtön is. Egyébként jó lenne, hogyha elindítanám előre a videót, vagy a játékot, akkor nem történne az, ami történt, hogy még nem történik be rendesen a játék és akad egy ICPC. 23 óra, 38, rengeteg dolgunk van. Aj, úristen, mennyi dolgunk van, gyerekek, gyorsan, krumpli, krumpli, kukorica. Várja, krumpli, kukorica. Rengeteg dolgunk van, meg kellene nézni, hogy nem kellene ennem, gyorsan megcsinálom mindent. Figyeljetek! Nagyon szépen köszönöm a kommenteket, amit írtok, mert nagyon-nagyon örül neki a Keeper Ring egyébként mindig. Tényleg baromi jó, várjátok, ez mit ad? Lockpicking, 100%-os success rate. És ha a gyerekek van ilyen egyébként, akkor nem kell szétvernem a dolgokat, de igazából a Keeper az olyan, hogy szétver mindent. Na figyeljetek, rengeteg dolgunk van, úgyhogy várjál. Most egy kicsit ide rakom ezt a lámpát, mert no problémo. Nincsenem. Várj, megnézem, hogy nincs-e itt nem véletlen. Van itt kukorica, van itt tök, van itt mag. Van, ilyen is van gomba. Gomba már nem fér be, borjé, várjál, lesz preppelem. Utána majd kipakolok, ígérem, meg mindent meg fogunk csinálni, de egyelőre most rengeteg dolgunk van. Mert a keepernek el kellene látni magát magokkal. Egyébként kipakolhatnék egy icipicit. Fú, rengeteg dolgunk van, holnapra nagyon-nagyon komoly dolgokat terveztem. Tényleg, olyan dolgokat tervezek, hogy aztán megőrültek. Egyébként oda nézzél, hallod, ilyen olmokat, ilyen három olmokat itt hordozok magammal, de ennyi olmom van összesen, egyébként akartam csinálni ízét. Gyerekek, tudod mit? Murky Water! Átugorjuk a botor. Na figyelj, ja, figyelj, elvittem az üvegeket, aztán nem töltöttem meg őket. Gyerekek, azért van itt fönnforgás. Egy-két dolgot kirakok azért, hogy legyen helyem, mert különben nincsen helyem. Jaj, meg éjszaka jönnek a zombik. Mikor jönnek a zombik? Úristen, hallod? Várjál, eladható cuccok. Van egy csomó pénzünk egyébként, úgyhogy az tök jó. Eladható cuccokba mehet ez, nincsen más. Ez mi? Ez mindig izé, mindig ilyen dolgot szerzek. Várjátok, akkor a fegyverbe is tudok rakni dolgokat. Igazából ki is pakolhatnék mindent, de nézzé, van ilyen. Kipakolom a fegyver dolgokat, aztán akkor mindjárt jobban állunk. Hú, de nagyon sok dolgom van, ezt a lámpa, ez mennyit ér? 42-t leszkrepelem a francba, nem kell. Elektromos dolgokba tudunk rakni ezt. Meg ez elektronyos? Ez elektromos, jó. Most meg elkezdtünk kipakolni, látod? Mert igazából az a baj, hogy egy csomó minden, annyi dolgot szeretnék csinálni, aztán mindig az van, hogy egyszerűen nincs rá időm, gyerekek. Nincs rá időm. Ez nagyon-nagyon zavaró tud lenni egyébként. Várjál, a izében, akkor motorban maradtak dolgok? Hogy ne maradtak volna, millió dolog maradt. Fegyver, figyelj! Fegyver és páncélmódnál van egy ilyenem. Az egyébként jó. Fegyver alkatrészem is van. Ott van, ezt ugye magamnál tartom, van egy csomó gyógyszerem. Reggelig össze kellene kapnom magamat, mert még rengeteg dolgom lenne. Tényleg egy csomó mindent szeretnék megvalósítani. Hány óra? 20... Ja, még csak a 34. nap, akkor gyerekek, nagyon komoly dolgot fogok már véghez vinni, tényleg amit gondoltam. Itt lesztek velem, remélem! Ez a rész, ez körülbelül hajnali 4-ig fog tartani, mivel összeszedjük magunkat, és el fogom mondani, hogy mi az, amit... Az a rész, oda néz, azért itt készülnek a dolgok. Egyébként ez a... Na, izével nem vagyok kibékülve, tényleg a lyukkád valószínűleg, hogy nem fogjuk ültetni ezután. Ezt nem tudom gyorsabban leszedni, vagy mivel? Figyelj, ököllel lehet, hogy gyorsabban kiütném, nem? Teljesen fölös potátó. Lassan már lesz annyi terményem, hogy tudjak komolyabban foglalkozni. Gyerekek, jól indítottam el a videót? Minden frankó, ugye? Minden frankó. Ja, a lyukkát azt valószínűleg hanyagolni fogjuk, mert annyira nem érdekel minket. Yucca juice fogok csinálni, de hát tudok majd szedni ottkint is. De hát amíg volt üres termő földem, addig fölösleges lett volna nem megoldani ezt a dolgot. Gyerekek, annyira pörgök egyébként. Néha így annyira ráfeszülök napközben a játékra, hogy mit akarok megvalósítani, aztán akkor annyira csinálom, mint az őrült. És egyébként tényleg köszönöm szépen, hogy itt vagytok velem minden részbe. Kávé, a kávé is jó, meg a tök. A tökből nem tudom, mit tudnék tök lámpást csinálni. Milyen halloweenos hóp. A berryt is hanyagolni fogom. Kukorica lesz, meg a kumpli lesz az legelső, amit fogunk csinálni. Jó, tönkre megy a jövő később, annyit érek el rá. Miért nem ököl le? Figyelj. Ugyanúgy kiszedi, nem? Sőt, még szerintem gyorsabb is. Fölösleges izélyenem. Szaurepa vannam. Ja,
A következő részben meg fogom mondani, mit fogunk csinálni. Nagyon tetszett többeknek, és többek között itt van Ferike ő is. Felószáll az Feri, mi újság van? Tikoktojnak? Tikokat akar venni a Ferike, hallod? Vagy tikokat fog nevelni. Na, gyerekek, először is nézzük meg, hogy van-e még kukoricám. Itt van kukoricám. Ezt az összeset csinálom belőle magot. Tudok csinálni 27 kukoricamagot már. Az már nem olyan rossz, ugye? Jó van, csinálja meg, aztán krumpli. De várjál, alapba is ugye maga is jött, úgyhogy lesz belőle bőven kukorica. Gyerekek, kukorica farm lesz, meg krumpli. A krumplit is le kéne ugye recept. Potatoszíre csinálni, potatosz. Összesen egy darab potatoszíre annyi potatóból. Ez nem, egyébként nem a legjobb, nem a legjobb gyerekek, nem annyira vagyok kibékülve itt a dolgok. Van itt nálam hús is, meg minden kutya szar. Mi az, amit még annyira érdemes lenne. Egyébként ezt annyira nem nagyon preferálom, hogy ezt csinálom, de hát akkor csináljuk. Meg igazából mindenből még egyelőre szíret csinálok, annyira nem vagyunk rászorulva a dolgokra. A lyukkát az valószínűleg nem fogom beüzélni. Tudod mit csinálni, mert fölösleges magolnom. Nem bagoljuk be, figyelj, 35 darab kukoricát tudok elültetni, az már tök jó. A kukoricát azt ide középre ültetem. Egyébként a fáklyák nem jó helyen vannak, mert a fáklya miatt nem tudom ezt elültetni. Gyerekek alatt kukorica, kukorica jár. És valaki írta egyébként, milyen fun lett volna, hogyha egy tó alatt üveg házat készítettem volna, és ott lett volna gyakorlatilag hájdolva, rejtve a kertem, és kár, hogy nem mondtad előbb, mert egyébként nagyon éltem volna, tetszett volna. Úgyhogy az ötleteket, amiket megosztatok velem, azt nyomjátok ezerre, mert a képer azt fogja, ezt fogja csinálni, és csak 7 darab krumpli van, hát ez a krumplival vannak gondjaim. Ugye ilyen kukoricamagot azt szoktam azért gyűjtögetni, azt azért is van több, legyen kávé, legyen tánc, gyerekek. Már csak 3 órán van, hogy fölkészüljek arra, amire igazából fel akarok készülni. Figyeljetek, neki fogunk menni a világnak. Figyeljetek, mit kellene, lyukkabank nem kellene. Van ez a kukoricám, amelyik ugye az nem olyan kukorica, amilyen kukoricát én szeretek, mert igazából ebből csak piákot lehet csinálni. De majd esetleg írjátok meg, hogy azért ez jó nekem, hogyha én ezt csinálom. Ezt a kukoricát? Kár, hogy ezt nem tudom másra felhasználni. Mi az, amit még el tudnék ültetni, meg úgy értemes lenne? Mert mi az gyerekek? Sört csináljak? Vagy mit csináljak? Figyelj, lyukkát azt egyáltalán nem kellene. A berryt, van egy csomó berry. Figyelj, elültettem a berryt. Azt így meg is lehet eszegetni, meg gondolom valami piát lehet bele csinálni. Aztán a maradékot, lehet, hogy majd növelnem kellene a kertemet lassan. Mit? A tök, hol a tök magom? Volt tök magom. Jó. A tököt elültetjük, aztán akkor ennyi volt. Pont, gyerekek, pont kifér. És a többi az megy bele a... Megy bele a larába, ácsodás, tökök! Ezeket így belepakolom ide, aztán majd akkor elintézzük. Nehogy itt hagyjunk bele, ez főtt kukorica egyébként. Figyelj, ezt megeszem a főtt kukoricát, arra se vegye meg, itt éderezik. Ezt is berakom ide, ez meat, meat, vagy nem is tudom, hogy nevezik. Főtt kukoricákat behapzsolom, jó? Ne haragudjatok. És Bandika írta, hogy egyébként a legtöbb kaja az olyan, hogy így. Itt a gombám is, meg van gombaszídem valahol. Hova azt beraktam már a gombaszídet? Hol a gombaszídem? Itt van 2 darab. Ja, a gombát is majd kellene termeszteni, most már van 15, úgyhogy most már lassan fog működni ez. Ja, meg a tököt akartam berakni. Azt húzzunk a francba, csináljuk a dolgokat. A legkésőbb hajnal 1-kor el kell indulnom. És fel kéne javítanom a cuccaimat, csomó minden dolgom lenne, gyerekek. A motorból kiszedtem mindent, most kiszedjünk a drónból is mindent, és akkor elrendezzük, megjavítjuk, megcsináljuk. Gyere ide, drón, figyelj, be van akadva, figyelj, mindjárt ide. Megindul el, mint a tavasz virágok. Várjál már, gyere, drón. Woo, ott jön. Na, oké, megjöttél. It is a pleasure to serve. Nagyon ügyes voltál, köszönöm szépen, hogy ide jöttél. Akkor... Nézzük, figyeljetek, kipakolok most igazából mindent, mert annyira most nem lesz rá szükségünk. Nézzük, fa, itt nincs több fa, ezt... ennyi lőszerem van, hallod? A lőszer az egyébként tök jól jön. Ez itt marad, van külön betonos. A betonosba menjen a beton. Egyébként van még bőven beton, úgyhogy annyira nem lesz rá gondom. Van itt egy modifikáció.
több modifikáció nincs, van egy kis olmom, az olmot, az ennyire... Ja, mert beolvasztottam az olmot, mert hülye vagy, hát beolvasztottam az olmot, meg igazából azt is megcsinálhatnám, hogy ugye be... Várjál már. Jó. Kajalapanyag. Kajalapanyag, nincs több itt? Nincs több. Kajalapanyagot, még nem, most nem akarom elhasználni egyébként a kajalapanyagot, mert. Figyelj, most egyelőre nem kell ez. Ez így legyen. Kajalapanyaghoz még mehet ez is, ebből majd valamit valószínűleg tudunk csinálni, ez ilyen liszt akar lenni. Van egy darab teám, azt is berakjuk a hűtőbe, azt ott tároljuk. Meg van itt egy darab söröm. Ja, és egyébként van mézem. A mézet azt érdemes elvinni, mert azért gyakran történik olyan velünk, ami ugye nem annyira baráti. Nézzük meg! A stone-ba bepakoljuk ezt. Nagyon gyorsan megy az idő egyébként, amikor így pakolgatsz, meg mit tudom én, akkor baromira tud menni az idő. Egyéb craft. És végre azért kipakoltunk valamennyire jól. Ez PR-nak számít, de ugye én a gyógyszernél szoktam tartani ezeket a különböző köcsögöket. Egyébként mennyit ér egy ilyen range image, tudod, és 105-t ad, ér. Ez még izének is jó lenne eladni, és hogyha úgy van az egyéb... Bocs, hogy kicsit összeszedetlen vagyok, de úgy pörgök, mint a trágya szóró. Ez maradjon itt, mert valószínűleg megisszuk, ez maradjon itt. A stonehoz berakjuk a... Ready for duty. Menj odé, barátom. Ezt. A szerves crafthoz meg ezt a kettőt, ezek meg maradnak, ugye ezeket általában szoktuk vinni. Oké, gyerekek, eddig jó vagyunk, ezt be is nyomjuk, beszkrepeljük azt az egy konzervet. Oké. És azt berakjuk a vashoz. Jó, majd fogunk olvasztani, de most egyelőre nem az az első cél. Igen, meg kell javítanom még a bázisomat, és meg kellene javítanom a különböző fegyvereimet. Mert egy kicsit le vagyunk amortizálódva. Izét azt lehet, hogy kellene csinálnom íjat. Vagy illveszőket, mert azt hiszem, hogy elég kevés van. Ja, egyébként írtátok, azért nem tudtam rárakni a Silencert erre. Mert, ja, Bandika írta, mert rajt volt már egy modifikáció, és csak egyet tudok rárakni, úgyhogyha érted. Na várj, nézzük meg, hogy nem amortizáltok le valamilyen izeinket. Ez eléggé le van amortizálódva, akkor ezt... Mariana? Ezt akkor levesszük, és akkor megjavítjuk, jó? Aztán akkor mehet vissza, föl is rakja, tök jó, megvan minden javítva. Oké, srácok, szerintem egész jó vagyunk, annyit kellene, még az egyéb kraftból kiveszem a izét. Megtankoljuk a mocit. Yes. És valószínűleg annyit is megcsinálok, hogy ezt be fogom rakni a mocihoz, hogyha kell, szükség lesz rá, akkor legyen belemi. Jó, mennyi idő van? 1 óra 50 van, akkor... Gyógyszereket kellene magammal vinnem, legfontosabb talán ez lenne. Valószínűleg craftolni nem fogunk, úgyhogy ezt berakjuk a fegyverekhez. Milyen gyógyszert lenne még érdemes elvinnem magammal, azt nem tudom, ezt még mondjuk megjavítom. Nézzük a gyógyszereket át. A gyógyszerek közül igazából, amit fontos lenne elvinnem, az lehet, hogy ez lenne. Vagy pedig méz. De nem. De nem, gyerekek, nem tudom. Az a baj, nem akarok sok mindent vinni, mert nagyon fontos dolgokat fogunk csinálni, és érdekeseket, és kell a hely amúgy is bőven. Az a mondat, hogy igen, akkor fegyverek közül a lőszert kellene vinnem dögivel. Nézzük meg mennyi fegyver. Gyerekek, ilyen, jó, 300, ilyet viszünk, szerintem ebből viszünk 3 pakkot, amiket még vinünk legalább 2 pak sörétet. És akkor ezen kívül, várjál már, nincsen dinamitom? Nincs dinamitom, bazze, nincs, abszolút nincs. Gránátom van. Dinamitom nincsen. Bandika javasolta, hogy csináljam meg azt, hogy felrobbantom ott a kis zombiváró akármicsodámat. Robotic turret. Egyébként robotic turret lőszert, azt lehet, hogy tudnék csinálni, hogy van egy hatosom. Azt így le tudnám csapni akárhova. Ugye azt mondtátok, hogy ez nem kell áram, és le tudom rakni, és akkor lő helyettem gyakorlatilag. Csak robotic turret armort lőszert kellett csinálnom, de viszont azt szerintem tudok. Igen, ezt tudok, figyeled? Tudok csinálni, és csak iron kell hozzá. És ez mi ez? Egy ilyen kevés iron kell hozzá? Tényleg semmi más? De mi a szar? Miért? Na várjál már, akkor ezt lehet, hogy kellene craftolni párat. És ez mennyi lőszert tudok abból craftolni? Kíváncsi lennék, hogy figyelj, van ilyen is. Ez mi? Ammo, robotic turret, AP robotic turret, ammo, ez szerintem biztos jobb, mert...
Mondjuk tudok csinálni 100 darabot, és megnézzük azt, hogy fog kérni. Hogy fog működni, nem? És az robotik túrát azt tudnám használni, hogy lerakom magam mellé, és akkor lő, mint az atom. Mert lehet, hogy szükségünk lenne rá. Élném, nem? Vigyük ezt a fegyvert. Mekkora csebez ez? Nincs egy dimis 10, akármennyi, de... Milyen a gyerekek? Megjavítjuk, és akkor visszünk, rakunk bele. És ezt hogy kell beleraknom a robotik turret armót? Vagy ezt nálam kell, hogy legyen? Kíváncsi vagyok, hát használjuk már, hogyha van, nem? Mennyire van vissza? Ja! Aha! Ja, ez így működik. És akkor ezt magammal kell vinni. Bár igazából nem szívesen minden magammal, megmondom őszintén. Úgyhogy ezt lehet, hogy nem fogjuk egyelőre vinni magunkkal. Csak azért. Vas. Fogok inkább más csinálni, kellene néhány szeget csinálnom. Melyikben van nekünk vasunk? Clay, ezeket fel, igen, és mindjárt meg fogod látni, hogy miért kell nekem a vas. Nincs beolvasva vasom, az úgy jó lesz, hallod? Pont nincs beolvasva vasom. Ebbe a clay-esbe rakhatnánk ugye vasat. Mindjárt akkor olvasztok be egy kis vasat. Azt a 600 akármennyit, ebbe a clay-esbe bedobjuk. Kellene fa. Fa, hol a fa főnök? Oké. Okay. Egyébként ilyen logot tudok izélni, azt mondtátok. Craftolni wood logot, és ez nagyon jó tüzelésre. Például... Próbáljuk majd, craftoljunk egy tüzet, aztán mindjárt meglátjuk. Azt mondtátok, hogy ezt használjam tüzelésre, ez tök frankó nekem. Kíváncsi vagyok mennyi. 8 percig éljük, tök jó. Jó. Sőt, be is fogom pakolni az összeset. Be kellene olvasztanom akkor ezt a vasat. Így. Oké. Okay. Begyújtjuk. Jó, itt meg úristen mennyi lőszert, itt lekraftoltunk. Itt van egy kis ilyenőm. Másikban van valami? Jó. Oké. Okay. Na, és akkor szeget kell készítenem. Sőt, már szerintem lehet, hogy tudok is. Szeget, mennyi szeget kell? Csináljunk egy... 68 darab szeget kell. Fa is nálam van. Jó, a fegyvereket kirakom. És ezt a lőszert kirakom oda, majd tudunk csinálni, craftolni lőszert. Közben gyűlik ugye ez is, meg tudok is craftolni. Ezt lehet, hogy be is fogom ide dobni. Mert miért ne? 82. Tök jó ezt lecraftolni, és akkor nem is foglal olyan nagy helyet is. Sokáig ég, és könnyebb számolni. Mi az, amit... Itt is van még 1000 darab ilyenem. Hallod, 1800 darab lőszert tudnék craftolni. A Stone-hoz berakjuk még ezt. Aztán akkor majd itt még tudunk craftolni különböző dolgokat. Jó, bepörögtünk egy kicsit. Na, és akkor kiszedem a szeget, és akkor csinálunk ilyen szigna. Ilyet gondoltam. Ilyet csinálunk egy 6 darabot. Oké. Okay. Jó, skacok. Mindjárt meg is lesz szerintem. Mennyi idő alatt csinál? Egyet csináljál már, aztán akkor le tudom rakni. Meg 10 másodperc, hogyha 6-1 perc, ugye? Nagyon jó, ezt akkor le is rakjuk. Csak el ne felejtsek valamit, mert igazából... Na várjál, azt akartam megnézni, hogy akkor ebbe mi van. Ebbe van nekünk... Ez vasas, ugye? Ez csak vasas. Ugye várjál ezt. Így, és erre az oldalára itt tudok írni? Nagyon jó, gyerekek, nagyon jó. Vas. Ezt köszönöm szépen egyébként az ötletet. Akkor... De egyébként hozzáférek frankon? Attól még? Tök jó hozzáférek, ugye? Nagyon jó. Akkor ez is vasas. Erre is rakunk. Minden egyre rakunk azt akkor majd utána. Úgy. Még kellene várni egy másodpercet. Úgy. És akkor... Tök jó, mert el lesz izelve. Ez a köves, ugye? Stone. Oké. Okay. Ez mi? Ez megint vasas, de viszont ezt ki is kapcsolhatnám, mert már le is jártunk. Jó, nem akarom, hogy menjen. Akkor ez is vas, ugye? Nagybetűvel. Úgy, szuper. Ez mi volt? Ez clay iron, ez is vas. Minden egy vas. Igazából át tudom írni majd. Ez bevar. Mi a franc? Ja, mert gyakorlatilag most minden egyben csak vas van.
Ja, meg kiégette, ugye? Nincs is benne semmi. Jó, hát akkor majd külön fogunk csinálni az egyikből. Jó, kő. Egyébként egyelőre most van, mert majd azt át tudom írni, hogyha úgy van. Na! Egyelőre vas van az összesbe. Ugye? Az tök jó. Jó, és akkor mindig átírom éppen, hogy mi fog besülni, vagy hogy mit olvasztok bele. Jó, hát ez most így elég hiány, az a sztóros. Oké. Okay. Azt néztem, megnézem mindent, hogy minden... Igen, itt is van egy kis ilyenünk. Itt mi készült? Ja, itt a turretámó, valószínűleg turretámót, azt lehet, hogy le fogom rakni, azt akkor lövöldöz majd velem ott, ha már egyszer ugye megvan. Ehhez nem kell lőszer, a másik kettőhöz kell, azt majd fel kell, vagy nem lőszer, hanem elektronyosság. Nem tudom, hogy hova kellene. Akik maszkerálnak. Figyelj, az lesz, hogy ezt ide fogjuk rakni. És akkor kipróbáljuk, jó? És itt pikapó. És ezt hogy... Csak pikapolni tudom, de hogy tudom betárazni, hallod? Nem? Nincs nálam? Itt van ez a turretammo. Akkor ez hogy? Valamit elcsesztem? Nem nagyon működik, gyerekek. Viszont ez tök jó! Nem mondom nektek, mert nem lőztek észre a messze lévők. Ez baró jó ez a mesterlövészkedés. Egyébként jól mondta Bandi azt is, hogy SMG az adná. Ja, ezt nem tudom, hogy ez mi a szar érne. És mit kell ezzel csinálni? Sötáradás. De valamit elcsesztem. AP Robotic Turretamo. Ja, van külön AP Robotic? Nem hiszem. Hát, miért nem tudom? Ja, várjál, mert mert lehet, hogy másfajta lősz. Itt van a... Az, benn van 100 lőszer. Ja, bocs, én voltam a hülye. Úgyhogy akkor ezt így lerakjuk valahova. Oda nézzé, már ide, már pásztáz, tök jó. Ezt ugye magammal is vihetném azt lepakolni, de egyelőre legyen az, hogy az itt van. Remélem, hogy nem tudják szétverni, nem fog felrobbani. 3 óra 30 van, úgyhogy bele kellene húznunk. Ezt ide visszarakjuk, ezt is visszarakjuk. Ezt magunkkal visszük. Azt is magunkkal visszük, ami nem kell, azt kiszórom gyorsan, és akkor neki is fogunk állni, el is indulunk. Ja, izénk nincsen ehhez lőszerünk, ugye? Van hozzá valamennyi lőszerem, vagy nincs? Iron arrow, és Iron crossbow arrow nincsen, de miért nincs? De kár. Nézzük ma. Iron crossbow arrow... Fakel arrow, arrowhead kellene hozzá. Meg wood, ezt akkor meg kellene csinálnom, várj, melyikbe olvasztottam? Ebbe olvasztottam, ugye? Akkor tornanoljuk ezt, talán valamit csináljunk már valami. Crossbow. Arrowhead. Jó. Oké. Okay. Gyorsan, nem tudom mennyi idő alatt fogja lecraftolni nekünk. Jó, gyerekek, akkor azt megvárjuk, jó? Azt megvárjuk, hogy csináljuk meg 218-at. Mi kell hozzá még? Egyébként már steel-t is tudnék csinálni. Wood kell hozzá, meg toll kell hozzá. Wood az van, toll az meg van. És akkor azt még megcsinálom gyorsan. Oké, gyerekek, pillanat. A motort azt lehet, hogy kis járatjuk addig. Kimegyünk. Na, induljál meg! Na, figyelj! Lőd de! Másik irányba! Ennyi? Az igen, kinyírta öcsém! De fejre lőtte, hallod? Nagyon jó volt! Gyerekek, ez nagyon adja. Ez tök jó, figyelj!
Wow! Imádom, imádom. Ilyet kell szerezni, vagy ilyet kellene még készíteni esetleg. Vagy szerezni. Tök jó, nagyon jó. Na, amit kaptam, az gyorsan kiszórom. Mit? Sör, izélőszer, baze. Nem hiszed el. Oké. Okay. Ha izéket is ki kellene. Jaj, reggel van és húzni kellene. De nem gond. Gyógyszer. A sör az arra megy. Ide megy, jobban mondva. Ezt meg, ezt meg, ezt meg, ezt meg, ezt meg. Páncélhoz berakom, hogy nem nagyon használja a Keeper. Milyen modifikáció van csak a lámpamodra gyárilag, ugye? Jó, semmi gond. Oké. A fát magamnál tartjuk, tollat magamnál tartjuk. Mi a szituáció itt? 114. Figyeljetek, szerintem elég is lesz. Gyorsan kraftoljunk egy 117 darabot. Berakjuk a fát, a vasat. Vas. Aztán elég is lesz akkor. Azt akartam még, hogy a fa. Hol a fa főnek? Hol a fa főnek? Meg ezt, meg ide. Jó, és akkor ezt is tudom használni, ugye? Ezt kiraktam? Nem. Jó, oké, ez meg kraftolódik. Jó a gyerekek, és akkor ezt meg le is kapcsoltam, ugye? Ez tök fölösleges. Jó, majd lekraftolja. Oké, és kacok, akkor... Ezeket kellene átnézni nagyon gyorsan, hogy küldetésekkel hogyan állunk. Mert elvileg van, igen, van kettő treasure-ünk, meg van egy tier 2-es küldetésünk, ami még a régi helyen van. Az valószínűleg, hogy akkor azt nem utassa, nem érdekel. Mármint úgy értem, hogy ugye az ilyen nem jó helyen van, az még itt a városban van, és nekem, én nem, azt a, nem azokat akarom csinálni, nem azokat a küldetéseket, hanem mondjuk igazából csinálhatnám annak a küldetése. Gyorsan elmotorozunk akkor. Figyeljetek, arra gondoltam, hogy nekiállunk a küldetéseknek, és ott már tier 2-es küldetéseket csináljuk, akkor csináljuk azt. Na, mert meg itt marad, aztán majd szedeged valaki. Mit. Az a baj, az XP-t azt nem én kapom, ugye? Jó, húzhatunk is, elmegyünk oda, megcsináljuk azt a tier 2-es küldetést, és akkor folyamatosan csináljuk az összes küldetést, az összes trader-nél. Mondtátok, hogy ezt kellene inkább toldom, mert XP kellene nekem, nagyon jó cuccokat ad, főleg ugye kapom majd a tier 3-as, tier 4-es küldetéseket, úgyhogy ez lesz. Hú, mennyi fám is itt van. Gyerekek, ugye újabban nem nagyon craftolgattunk, meg volt is belőle elég. Tök jó. Jó, gyerekek, ugye úgyis a trader az 6 órakor nyit, addig meg tudom csinálni ezt a küldetést. Majd arra kell figyelni az éjszakai küldetéseket, hogy ne nagyon vegyük fel, vagy pedig... Ja, és van nála speciál küldetés, ami ugye elküld egy másik trailerhez is, úgyhogy lesznek itt dolgok. Ebben az egy-két részben arra gondoltam, hogy ezt fogjuk csinálni. Itt meg kellene nézni, hogy ez nem termelődött újra, bár igazából most a küldetéseket akarom csinálni, de olyan módszerrel, hogy ilyen berúgom az ajtót fajta, tényleg Terminátorba megyünk át, nem tökörünk. Nem akarok úgy játszani most egyelőre. Nagyon halál a játéknak szerintem, hogyha ilyen nagyon-nagyon tökölősen játszunk. Szerintem most eléggé fel vagyunk arra, ahhoz szerelve, meg elég jó cuccaink vannak, meg igazából elég jól ismerjük az egész különböző szituációkat, hogy tudjuk kezelni, ahhoz, hogy hogy keményen nyomjuk, és minél több küldetést megpróbáljunk csinálni egy nap alatt. Úgyhogy elérünk a városig, és akkor valószínűleg következő részben el fogunk kezdeni ezt az epic elmebeteg módjára küldetés csinálás. Megpróbálunk minél több küldetést egy nap egy ilyen speedrun-szerű dologgal végig rohanni a különböző küldetéseken, főleg ennél a tradernél most, ugye? Ugye, oda is érünk lassan. Itt a bánya, ugye egyébként ezt is ki tudom lutolni, de valószínűleg ugye a küldetéseket tök jó lenne végigcsinálni, mert akkor el is küld oda erre a helyre, meg még ráadásul nekem lenne abból dupla lootom, hogy megcsinálom a küldetést, de előtte kilutoljuk a házat, és akkor így sorba mennénk, és valószínűleg most már a game stage-em elég ahhoz, hogy jobb lootot kapjak. Várjál már, azt meg kellene állítani. Hogy mit csinálsz, Keeper? Meg kell állítani, hogy a küldetések közül ezt mutassa is. Oké, 900 méter, tök jó. Hajrá, hajrá, hajrá! Föl vagyunk szerelkezve,
Kajapiát nem hoztam szándékosan, mert valószínűleg fogunk kapni azért közben, és akkor azt mindig megiszogatom, megeszegetem, nem kell egy tökörészni. Utálom, amikor esik az eső. Miért esik ebbe a játékba állandóan az eső? Az valaki megmondhatná egyébként, mert ez tényleg egy őrítő. Na srácok, ez valószínűleg, hogy... nedves vagyok, nem mondod te sok. Ó, a motorom! Pont jókor jött ez a élőlény. Na jó van, figyeljé! Most kapta el a Keeper az őrület. Menjünk. Csak ne essen ez a rohadt teső, várjátok, be vagyunk tárazva minden? Itt is, ez nincs. Adjunk neki. Szuper. Jó, srácok, tökéletes. És akkor 5 óra van, tök jó időzítés, be vagyunk. Motorikát lerakjuk. Aztán pattolhatunk és veredhetjük neki. 600 méterre vagy. Egyébként ezeket a hegyeket, ezeket rettenetesen utálom ebben a sivatagban, én már meg. Menj már a főre. Menj már fölé! Meg ezeket a folyókat is utána! Keeper nem szereti. Meg ezt a időre. Eső, állandóan eső. Ezt nem tudom, ezt nem lehet kikapcsolni. Állandóan esik az eső ebben a játékban. Semmilyen extra érzés nem nyújt az, hogy folyamatos eső van a sivatagban. Nem ad egy olyan pluszt. Gondolkodok, lehet le tudom hagyni ezeket a szarokat, és akkor... Hát. Igen, most nem szerek ilyet, rothadt húst, meg nem szerek trash dolgokat, úgyhogy elképzelhető, hogy otthon fogunk hagyni néhány dolgokat, attól ne ijedjetek meg ne gondoljátok azt, hogy jaj, mert most tényleg inkább egy ilyen speedrun jellegű gameplay-jel fogunk indítani a következő... Jönnek. Oké, gyerekek. Na jó, el is búcsúztam, ez egy ilyen nagyon rövid részlet. Köszönöm szépen a figyelmet. Következő rész egy epikus speedrun jellegű őrület lesz. Csácsumi csőtésztem!